Hülye vagy. Szerencsére ezt nem rögzítettük, ez a lényeg. Pont beleokádott a mikrofonba. Kicsit torkot köszörültem csak. Mint az a baj, szoktak. 15 éve, hogy is ilyen szivarozol minden este. Igen, igen. Hát a cigi az sajnos kemény. Az ilyen. Sajnos az ilyen. Cigi a drog, nők meg a pia. Na, ez olyan műsor találtunk most ki nektek, hogy mindent ti küldötök. Egyetlen egyet kérek, könyörgöm, ezt engedjétek meg, hogy ezt... Ezt mit? Szerintem ezt, a legjobb ezt te raktad egyébként. Be? Igen, egyrészt ez azért raktam be, mert hogy láttunk már ilyet, de csak halkíts le vagy. Megmutattam fönt képzett Balázsnak. De mennyire jó! És hallod ezt a finom kis izét? Kis darálást? Nem. Aha. A háttérben az izét, egy kis, van neki egy kis echója a háttérben. Szóval megmutattam a Balázsnak, aki 24 éves, vagy valami ilyesmi, hogy na, ezt a zenét biztos nem fogod ismerni, és akkor megindult a tindörö-dündörö, elkezdett ordítani. Ezek szerint úgy látszik az Immigrant Song, az a migráns dal egyébként, ugye? Egyébként nem migráns dal. De ez az miért nem alakított át magát erre, tudod, mint régen volt az volna. A zenéje. Listen to your heart, listen to your heart, és akkor így egy jó kis migráns dal, egy Immigrant Song. Ha? Na, fiúk. De tök furcsa, mert a címét azt én sem tudtam már. Tehát, hogy én nem tudtam, hogy ez az. Én most kerestem pont ilyen rockzenéket, és most pont ezt megtaláltam egy csomó ilyenet. Na, srácok, tényleg mindjárt mondom, hogy milyen dalt kell kitalálni, ami nem Muse, mert akkor ő tudta volna, hogy micsoda, igen. Hanem emlékszel, hogy mi volt a dallama? Nem. Viberben megvan, hangfelvételbe küldte. Ahogy beéneklem. Milyen szám az, hogy tű 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 tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Szakértő úr. Én tudom, mi ez egyébként, de nem tudom, mi ez. De az előadót nem tudom. Hát jó, itt fogalmam nincs, hogy mi az, de az egyet azt el tudom. Ilyen Van Sog Wonder, mert hogy nem tudunk tőlük mást, vagy lehet csak mi vagyunk tudatlanok. Te próbáltad, hogy a Shazam nem ismeri föl, lehet, hogy annyira szar a hangom. Nem, mert most már tud dúdolni. Na, ezt azért raktam be, és elnézést, ne haragudj, elfelejtettem ide feltüntetni, hogy ki küldte. Te kommente ide, alához, azt szoktam. Mert hogy tulajdonképpen ez egy jó ember csinált egy ugyanilyet, csak nem ilyen nagy, nehéz terepjáró motort kell rárakni. Majd azt is berakom, hanem jó? Hanem ilyen kis könnyű terepre valót. Hát de van róla fotód, ahogy csinál, ahogy rajta van? Van, abszolút van, mert hogy én azt találtam ki, hogy mindenképpen szeretném vinni a biciklit a miattával, és egyáltalán nem bánom, hogyha nem lehet becsukni, erre ilyen apró kis hátrányok így előfordulnak. És hátul az ülésen van egy, az ülés mögött egy ilyen merevítő, egy ilyen torony merevítő, és annak a helyére rá csináltam egy biciklit. De egyébként jó lett, kicsit kókánynak néz ki, meg úgy azért egy ilyen padlóféket úgy nem mernék nyomni, de... Pedig tökre bírja. Valószínűleg bírja. Tökre bírja, hátul ilyen izével ilyen... De félelmetes. Ilyen 200 kilós üveglapokat visznek a ilyen fogantyúval, azt rögzítem le a csomagtérhez. Gyanítom, hogy azért itt már nem arról van szó, hogy ezzel az autóval bármit is akarnak csinálni. De sérülés nélkül nem nagyon úszta meg, igen. Ott a kerékvényjárat volt, egy kicsit van ez meg az, meg az ott egy spani, igen, ez egy spani. Igen, de amúgy is minőségű. Köszönöm, hogy hipókában darabban, hogy egy spani fel legalább. Ugye minőségű, így fogalmaznád meg. Minőségű? Te is. Minőségű, hát már van maga neki. Motor is minőségű. Meg hogy le van terítve ezzel a kis abrosszalott. Jó, igen. De hát figyelj, ez csak 150 kiló így ez a moci. Igen. Tank le van szedve róla, 147. Na. Menj vissza, mert most ugye ezt te vágod, de mondanod kell majd mindenféleket. Mészáros Mátyás. Ez egy nagyon-nagyon érdekes. Tesla chip beültetés. Igen. Tulajdonképpen nézzetek meg majd a csatornát is, mert a csajnak van két vagy három, de kettő biztos videója arról, hogy itt ez a lényeg végül is, hogy a karját tette oda. Ugye a Teslába egy ekkora kártyát, egy ilyen szürke ezüst színű kártyát kell. És be van rakva a bűre alá. Igen, de hát ez egy teljesen egyszerű kis izé, hogy ezt, ami... RFID is, vagy is hívják. Tehát, hogy van egy szép passzív, nagy antenna, igen. Elrejtve ugye a kártyában, de hát azt oda rakod. Én már mondtam, transponderes, igen. Transponderes. Szóval lemarták róla szépen a műanyagot, gondolom, ezt nem tudom, savval vagy valamivel leszették, és a kis fém rész, azt pedig berakták de neki a karjába. És ez egy olyan videó, amiben magyarra elmond néhány kérdésre a választ, hogy miért történt így, és én pont ezt hallgattam meg, mert a srác nem ezt küldte, hanem a beépítésről, ahogy itt szépen fölvágják, meg ott fröcsög a vér, meg minden, de nem olyan vészes egyébként, de azt is nézzétek meg, de nem magyarázta a csaj, hogy mit akart ezzel tulajdonképpen csinálni, és ebben a videóban egy kicsit több minden ilyet mond. De végül is ez volt a lényege, hogy hát végül is tudja már ezt így. És majd, hogyha egyszer csak majd így a Tesláját le akarja cserélni, akkor felvágják megint, vagy mi? Hogy átprogramozzák. De nem ez volt az igazi, ami miatt érdekesnek találtam a témát, az az, hogy amiről is elkezd beszélni az elénkapásból, hogy jó, oké,
be van építve ide egy valami, és tulajdonképpen az összes létező, hát ilyen, Amerikában nem tudom, hogy ezekre vonatkozik-e törvény, hogy mi az, amit te magadban hordhatsz, hát nyilván miközben hozzá az államnak, de például mondjuk a repülőgépre, ha felszáll, ugye ott nemzetbiztonságilag is átvilágítgatnak, hogy vajon mehetsz-e. És hogyha be van építve mindenféle cucc, mert eltört a kezed, csavarok vannak benne, akkor az orvosilag kötelező, mert hogy megengedhető, mert hogy ez neked kell azért ahhoz, hogy normálisan tudjál élni. De ugye ez nem kötelező a te életedbe. És akkor jött itt a szemüveg példával, hogy hát végülis a szemüveg is egy olyan, ami tulajdonképpen már nem is kéne, meg így is, de ez érdekes kérdés vett föl, hogy amikor elkezdünk ilyen dolgokat beépíteni a testünkbe, akkor azzal ugye megváltoztatjuk az eredeti kémiánkat, meg biológiánkat, meg mindenféle ilyen dolgokat, és olyan idegen anyagokat teszünk bele, amit lehet, hogy például a kormányzat azért nem néz jó szemmel, mert nem tudja, hogy mi az. És azt hiszi, hogy te vagy éppen valami rosszban sántikáló. Hát őket. De azt mondja a csaj, hogy nem jelez neki egyébként különösebben semmit, mert hogy... Nem, szerintem az kicsike hozzá, igen, tehát kisebb. Így van, kisebb, nagyon pici tömegű az a cucc, amit be kell tenni. De egyébként elég csak belegondolni a szívritmus szabályzókba, meg ilyesmi, hogy az is most annyira modern tud lenni, és az egy aktív eszköz ráadásul. Most valahol olvastam, hogy egy bácsika, akinek már a 7. van bent, hogy mennyire... 7 darab is bent van? Mennyire látja, hogy fejlődik. Aha. Tehát, hogy először beraktak neki egy ilyen szokorrádiót, most meg már tényleg két kisegéret. Igen, most meg már egy ilyen nagyobb bacska bankkártya méretű. Már nem, hogy vastagságra egy kicsit nagyobb, mint egy bankkártya, és területre meg akkor, mint egy nagy SD kártya, akkor egy tehát szuper jó. Na, nézzetek meg, mert érdekes maga a téma, meg még egy érdekességet vetett föl a csaj, hogy miért nem mutatta meg egyből a beépítés után, vagy beépítés, ez hogy mondjuk be... Implantálás után, igen. Hogy már hogy ki kellett alakuljon seb, meg ne, akármi, és hogy nem működött tök sokáig, és egy kicsit para is volt, hogy oké, de nem megy. És így is, amikor látod, amikor oda megy a kocsihoz a videó legelején, akkor elég közel oda kell nyomnia. Igen. Végül is ezeknek a rendszereknek az a lényeg, hogy szinte, bár kontakt lesz, kb. Ugyanazzal ugye működik, mint a bankkártya is, de nem kontakt lesz, tehát hogy egészen kicsi kontakt lesz, távolságba kell menni. Na, tök érdekes. Nem azt mondom, hogy építenék már valamit be magamban, ezt azért nem. Inkább nem. De jó, oké, de gondold el, hogy ott van az a körvkártya például, ami ugye egy darab bankkártya. Igen. Én nem tudom, mióta nem használtam, vagy nem dugtam be. Nem tudom, mióta. És most már tényleg csak a körvkártyámat használom. Link itt lent a leírásban, hogyha akarom, te is 3000-et meg. Szóval, hogy nem tudom, mióta nem használtam egyik bankkártyámat se a TransferWise, se a Revolutot, csak ezt az egyet. Képzeld el, most pont ekkora chip. Most kaptam meg egy CIBES kártyát, természetesen Mastercardot rendeltem, és visszajött, ahogy kell, tehát ez evidens, hogy az így működik, a CIB, és képzeld el, hogy de mindjárt az első vásárlásnál azonnal mondta, hogy dugjam CIBESre be, mert hogy kontaktlenszben nem fogadta el elsőre. De nem azért, mert nem aktiváltad? A legelső vásárlást aktiválnod kell. Nem, úgy értem, hogy az aktiválás, hogy be kell dugni. Igen, meg pénzt. Tehát, hogy azt nem tud. Onnantól kezdve én nem használtam a bankkártyámat egyiket se. És egyébként a Curve, mert ugye a Curve az minden kártyát hozzá tudod adni. Igen. A Curve, az például működik Apple Pay-jel, tehát tudod azt csinálni, hogy a Curve-öd egy Apple Pay, és akkor tényleg csak visszad a telefonodat. Elvesztettem már a fonalat, és nem tudom, de mivel nekem nem nincs, tehát ezért nem érdekel. Mert most éppen a feleségem, ő nagyon bele van szerelmesedve, hogy megy állandóan telefonjával, és fizetget. Ő még nem tudja, de azt hiszem, hogy fogja tudni nem sokára. Mert azért az menőség, hogy van 3 bankkártyád, és nem viszed egyiket sem magad, de még a Curve-öt se. Igen. Tehát, hogy jó, meg van bonyolult fengen a bankkártya, a Curve-hoz, ami Apple Pay-re van, azért ez ügyes. Igen. No, én vagyok te, Krisztián, most akkor ki? Most akkor én vagy te? Azért most már döntsük ez el, légy szíves. Ez hallgatós, ha akarod hallgatni, mert ez ilyen ASMR-es valami. Igen, lettem. És nagyon jó, egyrészt a hangok is nagyon ügyesen meg vannak csinálva, mert nem esett a srác is ügyes, és hogy mennyire más hang, amikor mi keverünk meg egy pakli kártyát, tudod így, össze a földről típusú hangok jönnek benne. Végül is egyébként úgy nagyon makulátlan összekeveredik, azt tegyük hozzá, tehát ez nem lesz ilyen, ilyen probléma. Lesz benne egy kis por is, de olyan szépek ezek a hangban is szép, meg ugye zsírúj az egész kártya. Olyan jók ezek a hangok, nem tudod, amikor ez a szűz kártya hang is, úgy érzed a kezedben is, hogy ezen még nem volt. De azért ez valószínűleg nem az a piátnyék 3 forintos kártyapakli lehet, ugye? Nem tudom. Ügyes is, meg tényleg a hang is tök jó hozzá. Biztos vagyok benne, hogy nem. Tehát már úgy értem, hogy egy csomó kártya nem viselkedik, úgy összetapad, mit tudom én, szóval azért. Ja, ez kell egy minőség. Van egy ismerősöm, aki ilyen nagyon ügyes
Ez is kártyás, zsonglőr, trükk, bűvész, mindenféleket csinál, és ő mutatott rengeteg ilyen trükket, és mesélte, hogy igen, azért a kártyák között műanyag kártyával, papírkártyával milyen különbségek vannak, amit így átlagolandóként tudom én, hát autós kártya. A piros meg fekete. Igen. Plusz a mínusz. De hogy tényleg ő is rengeteg ilyen iszonyat kézügyessége, tud, hogy a pénzt így végig tudja pörgetni, az ugye össze-vissza mindenféleket csinál. Jézus atyám. Na, menjünk egy következőre, mit szólsz hozzá? Történt. Legyen így, mondjam meg a nevet, szeretnéd már megint? Ez nagyon jó lesz. Azt mondja, táncos Ladislav. A múltkor Ladislav, ugye... baby don't hurt me. Igen? Tíz dongó. Tíz dongó. Még esetleg ilyen dalokat énekeljünk a 80-as években, hogy teljesen elveszítsük a nézőségünket és hallgatottságunkat. Nézőségünket. Szóval ez volt múltkor jó. Egy ez ilyen micsoda? Vortex alapú kis valamit emlékszel, meghajoltak dolgok, mindenféle házakat, igen. Meg egyebeket, és Vortexről jutott eszébe a Voxels Vladislavunknak, hogy... Na, ez micsoda? Ezt most magyarázd el nekem, kérlek. Hát ugye a Vortex az ugye pixel alapú 3D, tehát nem háromszöge, de ezt te tudod, ugye? Hogy nem háromszög, és állítólag legalább sokan mondják azt, de hát nyilván ez úgy élőben szerkeszti, ez a poén nyilván. De valószínűleg ez egyébként nem annyira nagy történet, csak nekem így. Jó, de ez egy jól néz ki. Viszont elképesztően jó dolgokat lehet vele megcsinálni, és nagyon érdekes, hogy még ez azt hiszem a videó talán lehet, hogy ez 2016-os talán, de lehet, hogy nem ez, hanem a másik volt az, de hogy úgy régóta mondogatják már, hogy ebben nagy potenciál van, és hogy milyen klassz dolgokat lehetne csinálni, de nem, mégsem történnek meg ezek a dolgok. Nem tudom, szóljatok hozzá kérlek szépen, hogy ha ti esetleg ilyenekben fejlesztetek, vagy utaztok egyébként, mint akkor mi a különbség? Lehet egyébként, hogy triviális és nagyon egyszerű, hogy van egyszerűen Unity, igen, de hogy miért nem terjed el, inkább az lenne a kérdés, mert nyilván azért ez van benne. Ez egy szlovák srác egyébként, aki itt Pozsonyban csinálgat dolgokat, de mennyire durva, ilyen tök jó dolgok. Csinált hozzá ezért ilyen VR szerkesztő részt, meg aha. Tényleg borzasztó jó pofán lehet vele mindenféleket csinálgatni. De és egy picit teker még bele oda abban a részben, ahol az arc van, de egyébként mindjárt ott is leszünk tulajdonképpen. Itt, még egy kicsit, és itt lesz, utána, ezután lesz mindjárt, hogy mennyire durva, és hogy azt hiszem, hogy fél milliméter per, igen, ott fél milliméter egy pixel, akkor a felbontása ebben a, itt ezen sokkal jobban látszódik, hogy ez nem annyira jó, de hogy itt minden egyes pixelt... Direkt butítja lefelé. Igen, minden egyes pixelt ugye önállóan kezelsz, és hát nyilván ehhez gondolom óriási számítási kapacitás kellhet. Elkezdtem olvasni a srácnak a vlogját, vagy hát weboldalát, hogy mikről van szó. De még mindig nem tartunk ott, és ez úgy tűnik, mintha egy ilyen magánprojekt lenne, például ez az atomontás.com-on, nézzétek meg. Szóval, hogy iszonyat jó dolgokat lehetne megcsinálni. Nagyon-nagyon jó. Ugye az a baj, hogy jelenleg ugye azt csináljuk, hogy van egy bizonyos kis háromszög, és a háromszögre ráfeszítünk valamilyen bittérképet, és utána, amikor elkezdünk közel menni hozzá, és a bittérkép elérte a maximális felbontását, akkor onnantól kezdve pixelmatyik lesznek, és szörnyen néz ki. Most erre az a megoldás, hogy még nagyobb olyan mintavételezést csinálunk, amitől akkora felbontású izéket használunk, képeket feszítünk rá, amitől elvileg nem látod, de hát egyszer csak ott lesz. Viszont itt ez igen, meg ezzel mindig látszik, tudjátok, a közel-távol váltás, hogy hol igen. Tűnnek el objektumok, aztán lesznek alacsony felbontású objektumok. Képzel, és akkor... Mennyire zavaró egy szimulátorban, amikor mész, és a kanyar így rajzolódik ki hiába. Baromi szar, persze. Úgy de csúnyát mondtam. Lőrinci Máté küldte igen, a következőt. Ő ugye fejlesztő, és ő a kettő ilyen fejlesztési kérdést is, vagy ilyen mutatványt küldött nekünk. Az egyik egy Unity-s történet, ahogy az autó elkezd. Ez is egy, azt hiszem, 2 vagy 3 évvel ezelőtti videót úgy nézzetek rá. Aha, de ez tulajdonképpen egy ilyen AI tanulás. Igen, de a Unity-n belül. Tehát, hogy nem az a lényeg, hanem az, hogy ez egy fejlesztői környezet, ami kifejezetten végülis egy játékra találták ki, de hát, mint látható, azért sok mindenre alkalmas. Elkezdi tanítani az autót, vagy azért nem értem a dolgot, mert itt ki valahol láttam, hogy milyen szenzorokkal rendelkezik az autó, de oké, de hát ha neki megy a falnak, akkor az semmilyen szenzor nem. Szerintem ez csak... Trial and error-ral megy, nem? Hát csak ilyen proximity sensor, vagy hogy is hívják lehet, igen. És hogy egyet mondjátok meg, vagy Máté, te mondd már nekem ezt, hogy látom ezt, hogy ugye elkezd, és ez számolódik, hogy hanyadik generáció, meg hanyadik iteráció, populáció, meg egyebek, meg és akkor így megy, de hogy ezt képernyőn is, úgy van megírva a Unity, hogy ezt képernyőn meg kell nézzem, remélem és gondolom valószínűleg csak nem. Ja, hát nyilván nem. Mert hogy lehet látni lent, hogy a track mappen látod, hogy akkor még mindig sehol nem vagyunk, és sokadik próbálkozáson megy egyáltalán el valameddig.
De hát aztán előbb-utóbb már zseniálisan fog menni rajta. Tulajdonképpen ezt tekinthetjük AI-nak, mert tehát itt föl tud térképezni ezzel egy pályát, de ez csak egy gépi tanulás, ez nem egy intelligencia. De ez tipikusan jó vitanyitó, hogy beszélgessünk egy kicsit erről. Mert hol kezdődik ez a korlát? Nem igazán értem még ebben, hogy mi az, ami tényleg próbálkozásból van, és akkor az AI már onnan tudja, de hát onnan tudná, hát azt lerakja egy adatbázisba magának, vagy tehát érted? Hát tulajdonképpen igen. Igen. De hát akkor azt végül is, mi különbözteti meg az ilyen fajta tanulást az előre programozástól? Tudom, persze, mert ezt ő tanulta meg. És? Jó, oké, nyilván, mert hogy... Más felhasználási módnál lehet, hogy ez ha ezt a pályát így megtanulta, és már tudja, és utána kicserélem a pályát alatta, és azt sokkal gyorsabban tanulja meg azért ennek a tudásnak a birtokában, akkor értem, vagy akkor van értelme az ilyenekért. Ez tök jó egyébként. Ezen én is sokat agyaltam. Menj majd a másik videójára, mert az meg nem Unity-s program. Neural. Láttam már ezt a videót, ez ugyanilyen, hogy ez kifejezetten... Igen, ezt én is láttam, ezt marha jó egyébként. Iszonyat jó, ahogy egyre jobban és egyre többet tud csinálni, és a végén már nagyon-nagyon sok nagyon ügyesen tud menni, és iszonyat tempóval körülmennek. Ha, de itt például ilyen közelségszenzornak tekinthető az az öt vonal, ami kiáll belőle, és akkor azokon méri, hogy hol mennyi a távja, írja is, hogy distance of points, tehát hogy... Aha. Nesztek autók, és aztán amit ezek itt csináltak már, egyszer végre 650 autó. Igen, teljes káosz, gyakorlatilag belváros Budapest. Kossuth Lajos utca délután 5-kor. Világ legnagyobb parkolója. Igen, és utána szép lassan megtanulgatnak, és lapoz bele jó a végére. Igen, a végén és láttad, hogy ez már a következő, a főnöke, vagyis a szülője a többinek. Mert ő volt a legjobb, amelyik a legtávolabb ment, aha. Igen. És akkor tulajdonképpen ezt kell csinálni, mindig a legtávolabb érőt. Mert ez a legokosabb. Igen. És na, menj a vége felé, mert az meg annyira jó pofán, nagyon viccesen néznek ki, amikor már úgy nagyon sok szalad, és úgy, hát valahol ott kezdődik, igen. És akkor már egy tök nagy tempóval mennek, és egész ügyesen. Még az íveket nem jól találják meg egyébként, tehát hogy Apex ezt ne keressük benne, de hát tempóban már tök valam. Igen. Menni, és már ütközés nélkül körülmenni. Itt azért majd igen, az lenne a meló lényege, hogy találják ki azt, hogy hogyan lehet a leggyorsabban. Ott mennyire kolbászol, még szegényke jobb volt. Most ugye az volt a cél, gondolom, hogy egyáltalán találja végig. Igen. És akkor itt lehetne fejleszteni ugyanúgy tovább, hogy a leggyorsabb lesz a szülője a következő iterációnak, és az utóbb biztos eljutnánk oda, hogy híveket is rajzoljanak. Hogy visszatekintek, nem tudom, 89-be, amikor gépi kódba tudtam programozni, és ennél olyan szinten fogalmam nincs, hogy ez hogyan, egyáltalán hogyan csinálhatja. Tehát, hogy egyáltalán milyen logika kell ahhoz, mert valakinek azért a mesterséges intelligenciát meg kellett írni, hogy az majd valami legyen vele. És utána, hogy hogyan? Egy mai játékfejlesztés. Egy Call of Duty akármennyi. Hogy? Tehát annyira komplex már, hogy ez igen, azzal nem a tudással, hogy ezt nem lehet egyedül. Meg nem vettem, hogy vannak Unity-k, meg ilyesmik fejlesztő. Jó, de azt is meg kellett valakinek írnia. Hát igen, 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 de az meg valahol ilyen önmagadat a fát alatt kivágtad a fát, mert hogy nem? Tehát nem, aki azokat nem fejlesztette, az megnyitott egy óriási nagy lehetőséget egy csomó kevésbé tehetségesnek. Török Gábor küldött egy Flight Sim-es videót, és azt is megnézhetjük egyébként, de nem ezért tettem be, mert ezt a videót szerintem elég sokan láthattátok. Talán ez lehet, hogy pont Xboxos változat. Ez lehet, a trailer, igen. Ez a trailer egy hónapja, két hónapja jöhetett ki. Leteszed a hajadat, de szerintem már mi is bemutattuk annak idején. Igen, egy picit, igen. Ezért ne is ezt nézd, de azért beleraktam, hogy ha valaki nem, akkor linkre nyugodtan kattintsatok, mert benne van a leírásban. Hanem pont most láttam egy videót arról, hogy hol tart most a fejlesztés, és egy ilyen insider videó volt, és abban néhány dolgot is érint, nézzétek végig az egészet, mert szerintem nagyon érdekes, francia csapat fejleszti, de hogy olyan szintű, nézd meg de a felhőket, a felhő árnyékot vet a földre, a hegy árnyékot vet a felhőre, a felhő árnyékot vet a hegyre, attól függ, hogy mi hova esik. Igen. Elképesztő, milyen dolgokat csinálnak. Itt mondom, hogy a páratartalom és a levegőszennyezettség látszik a játékban. Hát ettől lesz egy szép sárgás hajzé például. Szóval olyan dolgokat kezdtek belerakni, amit hát szerintem nem is álmodtunk még, amikor nem tudom, Flight Sim 1, és akkor úgy, nem tudom, egy horizontot láttad. Akkor nem tűnt igénynek. Tehát most meg igen, már azt tudjuk csinálni, hogy tényleg úgy is nézzen ki. Akkor örültünk, hogyha egy fokkal jobban néz ki, mint az Excel-be épített repülőgép szimulátort. Azt láttad valaha? Láttam. De be is mutattuk szintén, szerintem a Máté küldte valamikor be. Azt
Vagy nem azt mutattuk be végül? Nem. Na szóval ez elég jól néz ki. De hát a fényeket, a napszakoknak az át, a napszakok áttűnése, akkor a földi járműforgalomnak a fényeinek nézzétek meg ezt a felhőzetet. Elképesztő. Elképesztően szép. El sem tudom képzelni, hogy ez mennyire lesz vajon online játszható, hogy a tartalom az vajon, ugye minden város, legalábbis egy csomó nagyobb város elképesztő részletességgel ki van dolgozva, hogy ez lehet, hogy visszatérünk, és nem tudom, Blu-ray-en lehet majd, vagy elkezdem letölteni, és soha nem is jön le. Persze lehet, hogy feleslegesen aggódom, de mondjuk ebben talán elég sok a vízcseppek. Ha kinéz majd a baloldali ablakon, akkor a leszakadó vízcseppeket látod, ahogy letérnek az üvegről. Elképesztő. Szóval nagyon-nagyon látszik, hogy nagyon-nagyon komolyan oda tették magukat, és nem tudom, szerintem ez egy kereskedelmi forgalomban megvehető, nem tudom, valószínűleg már nem a 40-50 dolláron, hanem inkább a 100 dolláros, de szerintem ez nem lesz egy túl drága játék. Gyönyörű. Ami nem egy játék, hát végül semmi köze hozzá. Én bezzel még emlékszem, jó kis 386-osan repkedtünk, ahogy is hívja, nem is tudom, mi volt a neve annak a programnak, borzasztóan szarul nézett. De eject. Állandóan ezt eject. Hallgatom. Igen. Ha meghallja, látja ezt a szót, hogy eject, akkor ezt elmondja mindenképpen. Azóta is így maradt. Ez valami srácok. F-18 interceptor, az vagy F-16. 6 interceptor, az volt a az azt hiszem. Igen. De az az őrület, hogy akkoriban egy körülbelül olyan szintű játékgrafikával játszottunk, mint ma egy átlagos Learjet, egy kereskedelmi forgalomban megvehető repülőnek, mondjuk a izéje, hogy hívják azt a műszerét. A kijelzője, igen, a mesterséges horizont. A horizont, körülbelül igen. Úgy néz kár ki. Kár olyan szintű grafikával játszottunk. És örültünk, mint majd a farkának. Bizony. Hajdu Zsombortól kaptuk. Ezt már egyébként én is néztem, mert és ez az a csóka, nem raktam bele. Aki a igen, azt. Kezelában nincsen, tipp nem az, de valami kihívásokkal küzd, és aranyból megcsinálta az iPodot. Igen, és de egyszer én is már beraktam egy videóját, hogy mennyire szép környezetbe csinálja a cuccait. Én azt akartam meg először megnézni, hogy vajon csak aranyozza-e, de nem. De nem. Kijönti az egészet a kis drága. Nem. Bíbelődött vele egy ideig, azt hiszem. Igen, mert eleve szétszedni szerintem elég nagy művészet ezeket a cuccokat. Ja. És akkor, ha jól láttam, akkor ilyen kemény viaszból megformálja. Tehát rendesen, mint hogyha egy ilyen extrém ékszert készítene. Annyira hülye barom vagyok, képzeld el, van egy barátom, aki ékszerész, és csináltatok most vele, majd legközelebb megmutatom nektek. Elég extravagáns lett, nem gondoltam, hogy ennyire durva lesz, de mindegy. Ezüst nyaklánc, amiből nem az van, hogy csak itt a nyaklánc, aztán van egy függőlék. Szeretem a gyíkokat, hüllőket. Hát a gyíkomat, érted? Szeretjük már gyíkot. Na. És én nagy hüllőbuzi voltam. Meg itt valaha, itt tartunk. Gondoltam, mindig arról beszélünk. A végén mindig a dugától. Szóval csináltattam vele egy olyan ékszert, amit így sárkányfej, meg gyíkfej, meg hüllők, mindenféle dolgok, motivumok van, csak három van belőle, de ettől egy kicsit elég extrának tűnik. És ő pont ilyen öntéssel viaszból megformázta, kijön akkor annak az inverze, meg tőle, és nem csináltam róla a videót még ezt. Hát jó hülye vagy. Meg kellett volna csinálni, hogy ez csak elfelem, nem jutott eszembe. Pedig az egy engem is érdekelt volna, hogy csinálja, és most megyek hozzá, azért lépjünk tovább a következő videóban. Nekem az édesapám ötvös egyébként, és ő rohadt sok ilyet mutatott. Nem lesz nehéz egyébként az aranyból? Szerintem az annyira nem nagy mennyiség ez. Tehát nyilván nehezebb lesz, de nem annyira nagyon sokkal. Meg ő méregette, hogy milyen a vastagsága volt, az előbb mutatta, 0,44 milliméter volt az anyagvastagsága. Végülis igen. Mert ha kiöntöttem volna, és az egész tömör. Krömörólom, akkor lehet, jó. Hogy igen. Lehet, hogy ki is pofozzák a füléből. Gyorsan. Bella András, hűtőépítése. Ezt miattad, de csak miattad. Ez annyira kedves kis műszer. Csak egy radiátor, tehát egy négy ütemű kis motor, talán makett motor, vagy modellmotor, hűtését csinálja meg külön. Kis részcsövekből, rézlamellákból. Jaj, édes kis esztergád van! Hát megeszem! És mindent szépen megcsinál vele, és nagyon-nagyon szép lett, és közben az érdekes, amit gondolkoztam, hogy egy kicsit mennyire manuális munkát végez a csóka, és az végeredmény egy gyári, gyönyörű szép, gyári, tiszta valami lesz. És hát nézzük mindent, tehát az egészet. Gyönyörű, ezt, igen. Bele fogja forrazgatni, így van. Úgy is van. Tetszik. Hát szép lett, nagyon szép nagyon lett. Tetszik, és tekerjünk bele még egy kicsit ide a vége környékre. Még de azért már láss belőle többet. Igen, vagy nem is tudom.
Jaj, te ki... Ez a vízpumpa lesz, hol vagyunk. Betoljok. Ú, de jó kis vízpumpaház. Istenem, de cuki. Elképesztő cuki, és kezdve, tényleg annyira szép. És csak ilyenkor hogy... mindig eszembe jut, hogy minek. Tehát minek? Igen. Lehet, hogy órás, és még nem műszürkézett elgelget egész nap. Lehet. És akkor tessék. Ez lesz a végeredmény, egy kis égszí hajtásos. Hát megzabálom, milyen gyönyörű. Igen. Hát de ez tényleg csuda. Csodálatos. És ez, vagy mihez tartozik ez szerinted? Hát ez most végül is egy, hogyha jól gondolom, ez egy folyadékhűtéses, akármilyen kis robban, ilyen etanolos kis motor lesz. Hát tudod, ez jó, nem tudom, jó, ha van otthon egy ilyen. Autóba, esetleg repülőgépben, nem tudom, hogy akarja beleépíteni. De hát majd ti jól elmondjátok, egyébként tündéri. Gyerekkoromban kísérleteztem ilyen etanolos motorral, egyáltalán nem sikerült még beindítani se, talán csak kétszer, úgyhogy le is tettem róla. De nem jönne, amit te építettél nulláról. Egy nope. Csak úgy valonnan lett, és azt próbáltad életlenül. Tudod, az dízel igazából, tehát az azért nehéz vele, nem dízel, mert javítsatok ki, hogy nyilván nem dízel, kompressziót kell rajta folyamatosan állítani. Hát nyilván fogalmunk nem volt az egészről. A legeslegutolsó következik. Barna, Bence, Dávidé. És ha beleférünk, még beleférünk. És ezt magyarázzátok, mert főleg te, mert te már olyannyi mindenben tudsz. Ez egy Veritasium videó. Én először azt hittem egyébként, hogy arról lesz szó, ami a Hős hatosban, nem tudom, láttátok azt a rajzfilmet, valószínűleg én vagyok egyedül itt ilyen idős apuka. Azért néztük meg, és abban volt ilyen mikrobotok, én azt hittem, hogy arról lesz szó. De ez még annál mágneses is vagányabb. Mágneses térrel vezérelget mindenféle mágneses akármiket, és itt elmondjogatja, hogy a kontroller tudja, és akkor forgatni tud, meg egyebeket, de hogy? Igen, de azt kell megnézni, hogy mekkora, ugye, hogy 2 milli, ez most a 2 de milliméteres mitől, valami. De mitől, hogyan változik meg a mágneses tér úgy, hogy kinyílik, meg elfordul? Az elfordul talán, mert hogy ugye ez is mágneses maga, igen. Áll, és gondolom, akkor azoknak mind van töltése észak-dél. Igen, hogy valószínűleg az lehet, hogy hogy ami alulról érkezik, azzal lett a formáját, érted, az, hogy merre mozog, az pedig oldalsó mágnesek tudják lehet szabályozni, elektromágnesen, ugye ez viszonylag könnyű meg lehet mondani, hogy hogy, volt, hogy csukódik össze. Egyébként ez valószínűleg egy előző videójának lehet ilyen folytatása, mert hogy abban is voltak ilyen alakváltó dolgok, amik origami alapon készülnek, rohadt jók vannak benne, majd azt is beteszem linkbe. Miért nem raktam bele az adásba, érted? Úgy, mert hogy nagyon érdekes volt. Hát mert nem nézted meg előre, hogy mi lesz, mert most ez ilyen meglepetés. Igen, de ezt már egy hónappal ezelőtt néztem, ezt az origámus adást, és fantasztikusan jó. Igen, a múltkori adása annyira összeszedted magad, tele volt az egész, most meg kinyitom a következő, akkor mégsem rakom be a linket, hanem be fogom tenni majd a következő adásba, jó, mert megér annyi dumát. Igen. Na ez pedig, hogyha mélyebben érdekel titeket, legyetek kedvesek megnézni, meghallgatni, majd leírni és elmagyarázni. Nekünk, igen. Ennyik voltunk mára, itt bezárul a mókatára, és jövő héten megint várunk titeket szombaton. Nem kell szombaton. Egy kis vallomást mondani, hogy nem tudom, hogy csütörtökön volt adás valami? Olyan régóta gyűjtjük ezt a tűzoltóst, annyira akarjuk csinálni, és egyszerűen akkora nagy anyag lett, hogy nem jutunk belőle dűlőre. Hát az a helyzet, hogy én ráadásul a nótót kezdtem el tovább bántalmazni, mert az viszonylag friss téma, bár... De, szóval de azzal se leszek kész, úgyhogy lehet, hogy valami lesz. Dolgozunk, meg valami csináljuk, lesz. Csak annyi meló van, de annyi. Nem tudtok egy jó vágót? Meg egy videós műsorvezetőt, meg kameramant. Meg... Ki akarsz túrni, te szemét? Nem, én akarok lemondani. Na, akkor találkozunk jövő héten. Sziasztok, hype-a, hype-a.